Sziasztok! Szeretettel köszöntünk mindenkit ezen a szép, derűs szombat délelőtten. És Pálinkaház László mai vendégem, ez a vicces felvezetés, de kezdjük is azzal, hogy tegyük tisztába ezt a Pálinkaház László nevet, Norbi. Szia János, én is üdvözlök mindenkit. Valóban nagyon sokan kérdezik, hogy honnét született ez az elnevezés. Annak idején, mikor legelőször én a Pálinkával kapcsolatosan egy pár évvel ezelőtt versenyzésre adtam a fejem, akkor én úgy indultam el, hogy László Norbert László Pálinkaház, és hát nemes egyszerűséggel egy baki következtében lett ebből Pálinkaház László. Miután elkezdtem a versenyzést, utána készítettünk egy Facebook profilt, és ott nemes egyszerűséggel nem vettük figyelembe a vezetéknév és a keresztnév cseréjét, és igazándiból így maradt belőle a Pálinkaház László, úgyhogy innét jött az elnevezés, de nagyon sok helyen továbbra is így versenyeztem utána is, hogy László Norbert László Pálinkaház. Na, ez nem csak itt nektek hangzik érdekesen, hanem úgy az okleveleimet, hogyha elnézegetem, akkor hasonlóképpen megmosolygom én is időnként, mint ahogy ezt te, János, mert azért ez neked nagyon tetszik. Tehát van közte olyan, amelyiken László Norbert van közte olyan, amelyiken László Pálinkaház van, és van, amelyik azért sikerült is úgy, hogy László Norbert László Pálinkaház. Tehát innét van ez a vicces elnevezés, vagy kicsit furán hangzó elnevezés, de igazándiból én hozzászoktam, akik megismernek időről időre, ők is kezdik ezt elfogadni, akik egyre közelebb kerülnek hozzám, ők lassan a keresztnevemet is tudják, tehát igazándiból ennyi ennek a története. Jó, látom, hogy nagyon szép a hátteret, tehát hogy egy gyönyörű szép kisüsti pálinka főző berendezés előtt ülsz, és azt szeretném kérdezni tőled, hogy osszuk meg a többiekkel, hogy neked honnan jön a pálinka iránti szeretet? A pálinka iránti szeretet. Hát azért itt pálinkás körökben nagyon sokan tudják rólam azt, hogy mi Pavlicsek Csabival nagyon közeli, rokoni kapcsolatban állunk. Mi annak idején együtt gyerekeskedtünk, aztán az élet úgy hozta, hogy egy picit távolabb sodródtunk egymástól, és egy jó pár évvel ezelőtt újra megtaláltuk egymást olyan szintű közelségben, mint annak idején gyerekkorunkban, és Csabi tudta rólam azt, hogy foglalatoskodom a pálinkával, nyilván én nyomon követtem a munkásságát, de első időszakban, hangsúlyozom, éveken keresztül én a pálinkával csak olyan szintig foglalatoskodtam, hogy a cefre készítéssel. Tehát nem én főztem a pálinkáimat, én csak cefréztem, évről évre törekedtem az egyre jobb cefre elkészítésére, hogy abból egyre jobb pálinka sikeredjen, és amikor a sokadszori nem túl sikeres bérfőzetés után úgy gondoltam, hogy lehet, hogy ilyen minőséget nekem is sikerülne előállítani, akkor belevágtunk egy szintén berkátai pálinkás barátunkkal közösen, aztán ő mellette még csiszolgattam a tudásomat, és utána került igazándiból képbe a Csabi. Ő mellette szintén megpróbáltam fejlődni az ő irányítása alatt, és akkor egy pár évvel ezelőtt eljutottam oda, hogy akkor most már talán megértem arra, hogy saját főző. Addigra azért már túl voltunk azon a minőségű pálinkán, ami elsőre sikerült, hogy az autó szélvédő mosó tartályába fejezte be az életútját. És igazándiból én így
kerültem ezzel ilyen szinten kapcsolatba, azóta meg természetesen, amint módom és lehetőségem van rá, megpróbálom képezni magam, nagyon sokat olvasok hozzá, nagyon sok ismeretanyagot próbálok elsajátítani. A Publicum kísérleti párlat manufaktúrában is több kurzust végigjártam, igyekeztem nem szégyent hozni a mesterre a vizsga eredményekkel, úgyhogy ez a rövid történet. Folyamatosan képzem magam most pálinka bírálat irányában, próbálok elindulni, és az ügyben folytatok, illetve az ügyben járok képzésekre, úgyhogy röviden ennyi. Jó, Norbi, mielőtt rátérünk a mai témára, a körtére, de még, tehát most egy kicsit izgulok amúgy, hogy nem vagyunk annyira elkésve még ezzel a körte szakértelemmel, ugye? Hát mondjuk koraiakkal már igen, de még azért tudunk itt értékes tanácsokat adni mostanra is, ugye? Tehát, hogy még lesz ebbe olyan, ami... Igen, illetve annyiban egészítenélek ki, hogy az idei évi időjárás az nagyon-nagyon szélsőséges dolgokat tudott produkálni, kezdve onnét, hogy nagyon sok értékes pálinka alapanyag, gyümölcs veszett oda a tavaszi fagyok miatt, de utána nagyon sok eső volt, ami rányomta a bélyegét a gyümölcsökre minőség szempontjából, utána megjött a trópusi meleg, aminek köszönhetően minden egy picit, egy jó héttel, 10 nappal, én úgy gondolom, vagy úgy tapasztalom, talán így a helyesebb, hogy előrébb járunk, mint mondjuk a tavalyi évben, de úgy gondolom, hogy azért vannak itt a körték között még olyan fajták, amivel kapcsolatosan tudunk tippet, tanácsot, egy-két megszívlelendő dolgot adni a hallgató és pálinka készítő társaknak. Jó, nagy sóhaj leesett a kő a szívemről, de mielőtt ebbe belemegyünk, én azt szeretném, hogy ez mindenkinek mindig izgalmas kérdés, hogy ugye a hátad mögé nézek, és látom a kisüstit, hogy mondd el a miértet, tehát hogy te miért választottál kisüstit a két technológia közül, vagy van-e ennek valami speciális oka? Ugye a mondókám elején kezdtem azt, hogy Csabival kapcsolatos rokoni szálakat. Ezt a szálat egy picit tovább vonva, én nekem megvan az a lehetőségem, amivel nagyon sokszor élek is, hogy Csabinak az aromatornyos készülékén fejleszthetem az olyan irányú tudásomat, illetve nagyon sok gyümölcs, ami azonos típusú különböző kísérleteket tudunk végezni. Én nekem meggyőződésem ez, de biztos van olyan, aki ezt másképp gondolja, de nem tudnám egyértelműen én azt mondani, hogy csak az aromatornyos főző azért mert, vagy csak a kisüsti főző azért mert. Én úgy tapasztaltam, aztán, hogy ez abból adódik-e, hogy még az utamnak az elején járok, vagy abból adódik, hogy bizonyos technológiákat nem megfelelően alkalmaztam, vagy sajátítottam el, de az a meggyőződésem, hogy vannak, igenis vannak olyan gyümölcsök, amelyikeknek jobban áll egy kisüsti technológiával elkészített párlat, és vannak olyanok, amelyikeknek jobban áll, vagy több mindent elő tudunk csalogatni az egylépcsős aromatornyos technológiával abból a gyümölcsből. Igen, de és akkor miért lett neked kisüstid? Miért lett nekem kisüsti? Talán azért, mert az első gyümölcsök és a legkedvesebb gyümölcsök számomra az úgynevezett teltebb, nehezebb, tradicionális gyümölcsök, amelyikeknél
Ezt mondom, ez kizárólag az én véleményem. Szerintem egy picit jobban áll neki a kisüsti főzés, vagy a kisüsti technológiával történő főzés, de nyilván vannak olyan pálinkás társak, akik erre rá tudnak cáfolni, illetve azt mondom neked, vagy nektek, hogy erre menet közben saját magunk is rácáfoltunk, hiszen elkészítettünk mi egyazon termőterületről származó ugyanabból a cefréből ugyanazokat a segédanyagokat felhasználva készült cefréből olyan házasításokat, amelyeknél egyértelműen előtűnik az, hogy más sikerült előcsalogatni az aromataornyosból, más sikerült előcsalogatni a kisüsti pálinkából, és igazándiból valahol én azt látom, hogy a jó-jó legjobb és a még attól is jobb minőségű pálinkáknak az előállításához valahol ez az út vezet, hogy egy tornyos és egy kisüsti, tehát igazándiból jó eséllyel azt mondom neked, hogy nekem ez a kezdő technológia, és valószínűleg ahogy az aromatornyos technológiával dolgozó ismerőseink közül nagyon sokaknak a fejében megfordult az, hogy kellene beszerezni egy pici kisüstit, hogy azon mit lehet előcsalogatni, és mondjuk a kettő házasításából mi sül ki. Jó eséllyel maradunk annyiba, úgy gondolom, hogy ez a kisüsti főző, ez az én első lépcsőfokom, és valószínűleg az aromatornyost is ide kell mellé állítani, hogy elérjem azt az ízvilágot, azt a minőséget, amelyikben azt lehet mondani, hogy na, ez tényleg igazán. Úgyhogy ennyi. Jó, oké, Norbi, akkor vágjunk bele. Én azt csinálom, hogy megosztom a képernyőmet, és összeszedtem itt a főbb körtefajtákat, és akkor ugye látod most a megosztást? Igen, látom. És szerintem nézzük meg egy-kettőt, válasz ki, amiket véges, tehát, hogy azt mondhatjuk, hogy ezek a legfőbb fajták, de... Így van. Én úgy gondolom, hogy én azon szerencsés főzők közé tartozom, akik a felső sorban elhelyezkedő körték közül szinte mindegyikkel tudott dolgozni. Kezdjük talán az elejéről, János, ha megengeded, akkor egy pici körítést tennék ehhez. Kapcsolódva ahhoz a kérdésedhez, amit korábban feltettél nekem, hogy nem-e vagyunk késő. Induljunk ki abból ugye akkor, hogy a körték alapvetően az almatermésűek csoportjába tartozik, és mint ilyen tulajdonképpen nagyon érdekes összetételű, 80-85% a víztartalma ezeknek a gyümölcsöknek, a többi az pedig olyan, ami vízben oldható, illetve egy nagyon kis százalék az összetevőknek, ami vízben nem oldható. Az almatermésűekről, mint olyanról illik tudni azt, hogy keményítő tartalmuk viszonylag magasnak mondható, és ez azért lehet fontos, mert a keményítőnek alapvetően cukorrá kell alakulni ahhoz, hogy alkoholt tudjunk belőle előállítani lepárlás során. Tehát ha a keményítőhöz nem férünk hozzá, tehát gondolok itt egy mindenféle segédanyag nélküli úgynevezett vadélesztő serjesztéshez, akkor ha valakinek a kihozatal a legfontosabb, akkor ez őt is érinteni fogja, ugyanis ha a keményítő nem alakul át cukorrá, amiből alkohol képződik az erjesztés során,
akkor kisebb lesz a kihozatala. Viszont, hogyha elkövetünk egy-két fortét ezekkel a körtékkel, mint például az utóérlelés, és ez egy nagyon sarkalatos dolog egy körtével kapcsolatosan, ugyanis a legjobb kihozatalt mind mennyiségben, mind íz, illatvilágban, ezeknek a harmóniájában az érésének a tetőfokán, csúcspontján levő gyümölcsből lehet elővarázsolni. Tehát, hogyha nagyon éretlen a gyümölcsünk, akkor jellemzően zöldes, száras ízvilágot fog produkálni, viszont a körténél és az almánál van egy olyan szerencsés lehetőségünk, hogy utóérleljük ezeket a gyümölcsöket. Ez azt jelenti, hogy csúcsközeli állapotban szüreteljük, és megfelelő módon tárolva, kisészellősen, nem feltétlenül a tűző napsugarának kitéve, akár egy párnapos érlelés már nagyon sokat segít a gyümölcsön, vagy ez elhúzódhat ilyen 10-12-14 napig is adott esetben, mind-mind függ a tárolási körülménytől, ahol az utóérlelés során tároljuk, és ezáltal az utóérleléssel el tudjuk azt érni természetes módon, hogy a keményítő cukorra alakuljon, illetve az erjesztés során a pektin bontással erre még rá tudunk segíteni, hogy még nagyobb mennyiségben legyen a kierjedt cukrunkból alkohol. Egy pár körte fajta, amivel találkoztunk, tehát a legérdekesebb, és én úgy gondolom a mindenki által legnagyobb favoritnak tartott Vilmos körte, illetve ennek az egyik változata a piros Vilmos körte. A piros Vilmosról azt kell tudni, hogy fűszeres, lágy, intenzív körtés jegyekkel rendelkezik, egy nagyon szerethető pálinka alapanyag, sok-sok fűszer jellemző rá, a citrusos, magolajos ízvilág, a szájérzete egy picit a friss, zöldes körtehérre jellemző. Tehát én úgy gondolom, hogy aki hozzá tud jutni, és adott esetben még szerencsésebb, és mondjuk saját magának tud belőle termelni, én arra biztatom a társakat, hogy hajrá, mert egy nagyon csodálatos alapanyag. Aztán a Vilmos körtéről egy savakban gazdag. Erre mondhatjuk azt, én úgy gondolom, hogy ez a klasszikus körtés ízvilág, ami úgy, ha meghallod a körte szót, akkor talán az emberek legnagyobb százalékának ez ugrik be. Nagyon szép, friss, tehát ha időben történik a szüretelés, kellőképpen megfelelő az utóérlelés, akkor egy nagyon friss savakban teli ízvilágot lehet belőle előcsalogatni, egy szép, elegáns héj karakterrel, tehát egy szintén egy kiváló pálinka alapanyag. Ez is aztán mondjuk a kiffer körte, azt mondjuk lehet, hogy én nem látom, mindegy. Az egy picit másabb jellegű, annak egy kicsit könnyedebbek a savai, harsányabb, roppanósabb a héja, egy kicsit frissebb, üdébb, egyes esetekben nagyon nagy meglepetést tud okozni, de itt láttam a felsorolásban, ugye itt volt a Pekemsz is. A Vilmoshoz, a Kifferhez, a piros Vilmoshoz képest egy kicsit talán ez visszafogottabbnak nevezhető, viszont Lédus és
szép citrusos jegyekkel rendelkezik a visszafogottsága mellett. Tehát igazándiból én úgy gondolom, hogy a körte egy olyan alapanyag, amiben olyan széles skálát és repertoárt találunk, hogy aki szereti a berobbanó, szereti az intenzív fűszeres, szereti a harsány jegyeket, ő is fog köztük találni magának, illetve aki a kicsit visszahúzódóan elegáns, a kicsit olyan, hogy több időt kell vele eltölteni az ízleléssel, illatolással, azért, hogy fel lehessen fedezni benne az összes a gyümölcsre vonatkozó jegyet. Én úgy gondolom, hogy mindenki meg tudja találni a magájét ebben. Jó, figyelj, a Norbi, nagyon köszi, és ugye ezekről a körtékről el tudnánk beszélgetni egy délután, biztos, meg még mellette. Vagy kettőt, igen. Vagy még lehetne is kóstolni mellé egy pár körte pálinkát. Arról beszéljünk, adjunk kézzelfogható tanácsokat, aki bizonytalan még, kezdjük onnan, hogy cefrézünk egy körtét, hogy főzzük le, és tehát hogy az elejétől a végéig. Az elejétől a végéig. Az én számomra nagyon-nagyon fontos a gyümölcs és a gyümölcs termelés. Tehát igazándiból én ennyire az elejéről kezdeném. Nyilván óhatatlanul vannak olyan fajta gyümölcsök, amit az ember kísérletezés és egyéb céllal termelőtől szerez be. Az én számomra ilyen esetben mondjuk nagyon-nagyon fontos a beszerzési forrásnak a megválasztása, és előre is elnézést kérek a kereskedőktől, ha én ilyenre adom a fejem, hogy gyümölcsöt szerzek be, akkor megpróbálom a termelőt és a termelő munkáját avval támogatni, nem beszélve arról, hogy adott esetben egy hosszan működő gyümölcsöző kapcsolatot lehet kialakítani. Tehát az ő munkájukat megpróbálom támogatni és segíteni abban, hogy adott esetben a gyümölcsből származó hasznot és bevételt azt mondjuk hozzájuk juttatom el. Tehát én innét indulok, én nekem ez nagyon fontos, ugyanis hogyha sikerül egy olyan kapcsolatot kialakítani, akkor óhatatlanul a rendelkezés, ami nagyon alapvető dolog, a mai világban már, például rendelkezésedre bocsájtanak egy permetezési naplót. Hol, mikor, milyen fajta vegyszerrel, kegyszerrel volt az a gyümölcs kezelve. Na most ezt egy gyümölcs kereskedő, a szó jó értelmébe vett kereskedőkről beszéljünk, a többieket hagyjuk. Nem minden esetben tudja a rendelkezésedre bocsájtani, és bizony jártunk, én úgy gondolom, hogy aki pálinka főzésre adta a fejét, vagy pálinkával való foglalatosságra adta a fejét, egészen biztos járt már úgy, hogy a gyümölcsben felhalmozódott kemikáliák miatt nem ment végbe egy tökéletes erjedés. Tehát ebben például nagy segítségünkre van ez a permetezési napló, amelyiket egyértelműen a termelő a rendelkezésünkre tud bocsájtani. Egy, kettő, szállítás. A szállítási körülmények is... Én szeretem, ha azok is rendben vannak. Mire gondolok itt? Tehát alapvetően én úgy gondolom, hogy ezt leszögezhetjük, hogy minden jó érzésű pálinkával foglalatoskodó embernek tisztába kell avval lenni, hogy ez egy élelmiszeripari tevékenység. Tehát itt a szállításra használt ládák, hordók, bödrök, teljesen tehát a megfelelő higiéniával rendelkezzenek, ugyanis ha ezek az eszközeink, segédeszközeink nem rendelkeznek megfelelő higiéniával, akkor nagyon sok fertőzést tudunk átvinni, rájuttatni adott esetben egy egészséges és nem fertőzött gyümölcsünkre is. Aztán hazaértünk a gyümölccsel, tisztítás és mosás szintén egy alapvető
fontos momentum. Mivel nem bogyósról és nem vadbogyós gyümölcsről beszélünk, hanem egy körtéről, vagy az alma termésűekről, mindegyik elbírja a mosást, mindegyiknél jót teszünk az alapos tisztítással, és ha megtisztítottuk, eljutottunk a feldolgozásig. Természetesen az előzőekben, amit elmondtam, a használt segédeszközeinkre, a feldolgozó eszközeinkre is vonatkozik, illetve a cefetároló eszközeinkre is vonatkozik a megfelelő higiéniával történő kezelés. Elkezdjük a gyümölcs feldolgozását, tehát eltávolítunk szárat, adott esetben aki annyira figyel a dolgára, az el tudja távolítani, illetve eltávolíthatja a magházakat. Ez mondjuk szintén az almatermésűek csoportjába tartozó birsnél egy nagyon fontos mozzanat lehet. Az elmúlt egy-két évben nagyon sok olyan birssel találkoztam én is személy szerint, és azok a pálinkás kollégák is, akikkel mondjuk úgy napi szinten tartom a kapcsolatot, hogy kívülről teljesen egészségesnek és szépnek néz ki ez a gyümölcs, de például magház fenészesedésben szenved. Tehát onnantól kezdve, ha a feldolgozás előtt nem nyitom meg a gyümölcsöt, és nem távolítom el belőle a penészes vagy penész kezdeménnyel rendelkező magházat, akkor viszonylag kis mennyiségű ilyen beteg gyümölcsel is el tudom rontani a nagy mennyiségűnek mondható cefre alapanyagomat. Feldolgozzuk a körtét, térjünk hozzá vissza, pépesítjük, tehát megszabadítottunk minden fölösleges eszköztől. Pépesítés közben, mivel az almatermésűek hajlamosak a viszonylag gyors oxidációra, tehát kvázi a barnulásra, hétköznapi nyelvre fordítva, nagyon ajánlott a savazása a gyümölcsnek, azért, hogy elkerüljük ezt az enzimes barnulást, amelyikkel a cefrézés megkezdése előtt kvázi egy oxidációt tudunk már megelőzni. Megtörténik a feldolgozás, savaztuk a gyümölcsöt. Az előbb felsoroltak miatt, a gyümölcsnek a keményítő tartalma miatt nagyon javaslom a pektin bontást, szükséges. Nem ismételném önmagam az előzőekben elhangzottak miatt. Aztán az irányított terjesztés végbe meneteléhez szükséges a fajélesztő, illetve az élesztő tápsó, amelyiknek a hozzáadását az első adagolás után egy pár nappal nyugodtan meg lehet ismételni. És akkor eljutottunk oda, hogy lezárjuk a hordót, és fölmerül a kérdés, hogy hogyan zárjuk le a hordót, és milyen módon zárjuk le a hordót. Én, amit szoktam javasolni, és alkalmazok én is viszonylag régóta, a kotyogós módszer, tehát az én cefréző edényeim, hordóim kotyogóval vannak ellátva, a zajos erjedés során, illetve a lassú erjedés során is úgy gondolom, hogy minden pálinka készítőnek muzsikafülének, amikor megszólalnak a potyogók. Én nagyon szeretem a hangjukat. És akkor itt jön a következő nagy kérdés, hogy keverem-e a cefrét, nem keverem-e a cefrét, adok-e hozzá vizet, nem adok-e hozzá vizet, adok-e hozzá cukrot, nem adok-e hozzá cukrot. Ez szintén egy olyan dolog, János, amiről én úgy gondolom, amit a körtefajtáknál említetted, egy pár délután el lehetne ebben tölteni, pro és kontra, érvek és ellenérvek. Én elmondom az én általam alkalmazott és az én általam javasolt dolgokat. Én semmiféle fajta cukrot nem adok
a cefréimhez, illetve nagyon-nagyon speciális eset az, amikor a cefréhez forrás, illetve erjesztés előtt vizet adok. Egy-néhány speciális gyümölcs van, de a körte nekem nem tartozik ezek közé sem. Tehát én mindig annyit adok a körte cefréhez, ami az irányító terjesztéshez és a megfelelő pektinbontáshoz szükséges. Nem keverem a cefréimet, hanem naponta az intenzív erjedés során, naponta, ha lehet ugyanabban az időpontban, ezek általában esti órák, a széndioxid által a cefre tetejére felszorított úgynevezett gyümölcsbundát, tehát a visszamaradt, illetve a cefrében lévő gyümölcspépet, száraz anyagot, ezt visszanyomkodom kézzel törés nélkül a folyadék szintje alá, azon egyszerű oknál fogva, hogy ne száradjon ki, és az aranyos erjedés végbe menetele után pedig már nem csinálom ezt naponta, hanem két-három naponta. Amikor vége az erjedésnek, akkor amint lehet, főzni szoktam. Bár itt is vannak érdekes kísérletek, mert hogyha ha szakszerű módon, tehát gondolok itt a megfelelő tárolási körülményekre, a megfelelő hőmérsékletre, a megfelelő, a cefrének a megfelelő módon történő kezelésére, akkor adott esetben én ezzel is szoktam kísérletezni egy pár napot a cefrét, a kifort cefrét lezárt hordóban szoktam szintén utóérlelni. Érdekes kísérletek szoktak belőle keletkezni, és nem azért érdekesek ezek a kísérletek, mert mondjuk a kiforrás után rögtön főzött cefre nem megy tönkre, a másik meg tönkre megy. Nyilván ez egy szélsőséges eset. Azért említettem azt, hogyha megfelelő módon el tudom tárolni azt a cefrét, akkor az utóérlelés az nagyon-nagyon sokat tud benne segíteni. Az ízek és az illatvilág harmóniájának a még jobban gyümölcsre jellemző adottságainak az előcsalogatására. Jó, Norbi, igazából már most kifutottunk az időből, úgyhogy én most arra kérlek még, hogy főzzük le gyorsan. Igen. Aztán, hogyha a kedves publikum, a hallgatóságunk kíváncsi, akkor még folytassuk legközelebb. De most jussunk el gyorsan, főzzük le gyorsan akkor. Rendben van, főzzük. Nyilván, ahogy látjátok, tehát én kisüsti technológiával dolgozom, lefőzöm a cefréből az alszeszt, elkészítem. Erről is szintén órákat lehetne beszélni, nagy lángon, kis lángon, intenzíven, nem intenzíven, okádja a készülék magából, vagy csak éppen csorogjon. Ez mind-mind nyilván saját magának, mindenkinek a saját tapasztalatán múlik. Én a kíméletes főzésnek a híve vagyok, tehát én van olyan barátom, akit idéznék, ő szokta azt mondani, hogy aki pálinkát főz, annak ideje van, a többieknek meg órája. Tehát az időt én úgy gondolom, ahhoz, hogy jó párlatot tudjunk előállítani, az időt rá kell szánni. Bár az elkészítendő párlat minőségének a befolyásolását én szerintem ilyen maximum 20-25%-ban tudjuk befolyásolni a főzéssel. Az összes többi összetevőt azt mind a főzés előtti bánásmód határozza meg egy pálinka életében.
És természetesen, amikor megtörtént az alszeszre főzés, akkor utána finomítom ezt. A finomításnál egy jó pár fortét lehet alkalmazni a kisüsti módszernél is, tehát lehet alkalmazni aromakosarat, amelyikbe például abból a gyümölcsből nyersen, frissen teszünk vissza, amelyikből a ceflin készült. Ez viszonylag egyszerű, hiszen mivel itt körtéről beszélünk, a körte azért a kiforrási időt is leszámolva teljesen jól eltárolható olyan módon, hogy a beszerzett és leceflézett körtéből adott esetben egy pár kilót félreteszünk a párlat finomítás végére. Tehát ebből a friss gyümölcsből lehet kísérletezni avval, és én javaslom mindenkinek, hogy aromakosarat használjon, de ezt az aromakosarat nem csak a kisüsti készülékbe, ezt lehet használni az aromatornyos berendezéseknél, illetve akinek annyi gyümölcse van, azt meg tudja azt csinálni, hogy előtt esetben a készterméknél a kifolyó alá friss gyümölcsöt helyez, és kvázi a magas alkoholtartalmú pálinkát ezen a friss gyümölcsön engedi keresztül. Tehát van egy csomó olyan forté, amivel még kedvező irányba lehet befolyásolni a párlatok minőségét. Jó, Norbi, utolsó kérdésem még akkor egy rövidített mondatba válaszolod meg a előutópárlatot körténél. Előutópárlat. Ha jó a cefrézés, és gondosan odafigyeltünk a cefrére, akkor viszonylag kevés az előpárlat. Az utópárlatot pedig számos módszer van ennek az elválasztására is, és a határnak a megkeresésére. Én mind a mai napig azt a módszert választom, hogy egy adott alkoholfokig visszaengedem, és attól az alkoholfoktól pedig decis poharakban elkezdem kipoharazni, kihigítani, és kóstolás és illatolás alapján döntöm el, hogy ez még a jó középpárlathoz tartozik-e, vagy már az utópárlati frakció. Ez szuper tanács szerintem, ez egy olyan dolog, hogy, tehát, hogy adódik, de szerintem sokak még nem is gondoltak erre, hogy ez a egyszerű dolog mennyire tud segíteni. Figyelj, Norbi, köszönöm szépen, túlbeszéltük az időnket, de remélem, hogy lesz még lehetőség, és tudjuk folytatni, akár a körtével, akár mással. Bízom benne én is, és nagyon szépen köszönöm, hogy megkerestél. Oké, Pálinkaház László volt a mai vendégem. Köszönöm szépen, Norbi! Én is köszönöm, sziasztok!